24 egészségügyi intézmény kapott támogatást, új ultrahang, radiológiai és endoszkópos eszközök, sebészeti műszerek, sterilizátorok, monitorok, műtőasztalok, új ágyak és egyéb nem orvosi berendezések vásárlására. A támogatások összértéke 1 milliárd 400 millió dinár. Célunk az egészségügyi rendszer teljes felújítása és a kórházak fejlesztése. Továbbra is befektetünk az egészségügyi ellátásba, hogy a rendszer hatékonyabbá váljon. Mirovics bejelentette, április végén megnyílik a Pancsovai Kórház, az év második felében pedig megkezdődik a Vajdasági Klinikai Központ B és C blokkjának kiépítése. Folytatjuk azt, amit 3 évvel ezelőtt elkezdtünk. Célunk, hogy segítsünk minden vajdasági polgárnak, aki egészségügyi ellátásra szorul, hiszen egészséges és boldog ember nélkül nem tekinthetünk a jövőbe. Az Entei Közkórház 2 komoly ultrahangkészülék és egy műtőlámpa megvásárlására kapott támogatást. Ez utóbbit az ortopédiai osztályon fogják használni, nyilatkozta Vasas Mihály, az intézmény igazgatója. Az ortopédia már megkezdődött a műszer cserék, és csak ez maradt még ki, és folytatódik a diagnosztika felújítása, vagyis ez a 2 ultrahangkészülékkel, ez praktikusan lassan be is fejeződik. Az egyiket a nőgyógyászat szülészet részére kaptuk, vagy fogjuk költeni a pénzt, a másik pedig a radiológiai diagnosztika részére. A tervek szerint a közeljövőben kibővítik a kórház épületét, szeretnének a műtők felszereltségén is javítani, illetve hamarosan átadják az új CT-készüléket, tette hozzá az igazgató.